Ha tudásra akartál szerteni, nem is olyan nagyon régen, akkor az alap az volt, hogy a latin nyelvet készség szintjén ismerd, mert minden fontos információ latin, görög, tudom, tehát vannak alternatívák, de azért a java része az mindenhol megjelent latinul. Jön egy új tárgy, vagy egy kifejezés, vagy bármiféle fogalom, és akkor arra valahonnan átvesznek egy szót, amivel nincsen kapcsolódási pont. Míg a magyar nyelvnél, nyilván nem teljes mértékben, de szóbokrok vannak. Ami idegen hatás írja a nyelvet, az tényleg nagyon intenzív, erőteljes, gyors, dinamikus változás. Volt már rá példa, nagyon jól tudjuk, ugye a nyelvművelés, bocsánat, a nyelvújítás esetében, hogy amikor valamit erőszakkal próbálunk meg túl erőteljesen, nem biztos, hogy sikerül. Akár a mai nap gondoljatok a drótposta kifejezésre, az e-mail helyett. Egy olyan zóna, amiben minden belefér. Változatos témák, változó vendégek. Chillzone, a Szolnok Televízió podcastje, ahol a változás az egyetlen állandó. Köszöntöm a mai podcast nézőit, és köszöntöm itt mellettem Balátiné Szilvási Dórát, Sipos Lászlót és Dian Róbertet. Nem először ültök már itt, úgyhogy köszönöm, hogy ismét. Párszor. Nem tudom, tudjátok, és a kedves nézők tudják-e, hogy 1844-ben szentesítették a magyar nyelvet, illetve az azt hivatalossá tevő törvényt, hogy így pontos legyek. És hát ebből adódik, hogy nyelvében él a nemzet, kérdezem, nyelvében él a nemzet, hogy ezt a mondatot kihez kötik, ugye ez is egy nagy kérdőjel. Nagyon sokan azt mondják, hogy talán Széchenyi volt az első, aki ezt leírta, nem pontosan így, majd ezt követően megjelent valami más formában, egy később írásban valaki másnál, és aztán a köznyelv tette azzá, amivé most használjuk, hogy nyelvében él a nemzet, de maga az üzenet az ez volt, már akár Széchenyinél is. Megmondom őszintén, amikor erre a műsorra készültem, feltettem magamban azt a kérdést, amit most nektek is felteszek, mit jelent az, hogy nyelvében él a nemzet? Mindig ilyen szoktam kezdeni, tudjátok. Tudjátok. Én egészen más aspektusból pörgettem a fejembe ezt a kérdéskört, de nyilván most akkor nem erre fogok sorban. De majd elmegyünk abba az irányba is. Abba biztosak lehetek. Hódjárvirától fogom erőltetni. Amit mond, az idézet, vagy az a szlogen, amit említettél az imént, az nekem teljesen egyértelműen a nyelvtanulások kapcsán ért nagyon-nagyon nagy trauma idéződik fel bennem, mégpedig az, hogy én rendkívüli módon büszke vagyok arra, hogy ez a magyar nyelv nekem megadatott, mint anyanyelv, mert úgy gondolom, hogy olyan eszméletlen eszköztára van, olyan hihetetlen, precízen és pontosan lehet vele leírni mikroszkópikus differenciákat is, hogy én például, van néhány nyelv, amire van picikét nagyobb rálátásom, de nyilván nem teljes. Egyszerűen én hiszek abban, és némiképpen alá is támasztom tudományosan, hogy ez valami eszméletlen lehetőség, ez a nyelv, ez a magyar nyelv, az árnyaltságával, az aprólékosságával, a rettenetes kifinomultságával. Nem tudom, hogy ezt a nyelvet hogyan kell kezelni. Úgy kell kezelni, mint egy profán, hétköznapi használatra alkalmas eszközt, vagy pedig inkább úgy, amivé vált véleményem szerint az idők folyamán. Én úgy gondolom, hogy ez a mi nyelvünk az a hétköznapi formájában is tartalmaz, és soha nem nélkülöz irodalmi szegmenseket. Nagyon-nagyon pontosan és árnyaltan tudsz fogalmazni. Jó, ne menjünk ebben most még bele, mert hogy az alapkérdés az nem ez volt, aztán erre nem is feltétlen válaszoltál. Sipi? Jó, az alapkérdés. Hogy ne okozzak meglepetést, ugye Robi szokta kezdeni, az őnek a reszortja, én meg mindig azt szoktam mondani, hogy kezdjük a definíciót. Na igen, ez is igaz. Nyilván, ugyanis a nyelvet is lehet definiálni, de komolyan, mi a nemzet? Tehát 1844, a 19. századnak ugye az eleje, a nemzeti ébredések egyáltalán a nemzeti öntudatnak ez a mai értelemben is valamilyen módon meghatározható ébredésének a korszaka. Korábban volt a politikai nemzet, volt a vallási nemzet, volt a rendi nemzet. Ezek mind-mind egy közösségnek a nevei, és az, hogy a kultúrnemzet fölnövekedett és kialakult, az pont ebben az időszakban, erre az időszakra datálható. Tehát tulajdonképpen, ha azt mondjuk, hogy nyelvében él a nemzet, akkor a nemzet fogalma alatt a kultúrnemzetet kell érteni, és a kultúrának az alapvető eleme a nyelv. Tehát ugye innentől kezdve ez gyakorlatilag a magyar nemzet esetében ez valóban a 19. század első harmadára tehető, és ne felejtsük el, hogy pont 1844-et megelőzendő 1820-as, 30-as években indult el egy olyan nyelvi reform, ami először tulajdonképpen spontán reform volt, néhány lelkes, mint ahogy például Széchenyi is, akinek a anyanyelve nem magyar volt, mint tudjuk, de néhány olyan intellektuel, nemesember, arisztokrata, aki azt mondta, hogy jaj, de érdekes az, amit a pornép használ, vagy amit a középkori magyar nyelvkincsek rejtenek, és ezt megpróbálta modernizálni, kutatni. És itt említsük meg mindenképpen, mert akkor kapcsolódik ez Robinak a felvetéséhez. Nyilván most én sem tudok pontos dátumot mondani, de az 1820-as években kezdődött el két akkori nyelvésznek a munkája, ez Czuczor és Fogarasi. És tulajdonképpen ők ketten indították el azt a kutatómunkát, ami a magyar nyelvnek az alapépítő elemeit kutatja. Ezeket hívjuk gyököknek. És ezek a gyökök, amik a legkisebb értelemmel rendelkező építő elemek, ezek egy csodálatos világot tártak fel a magyar nyelvben. Van körülbelül egy 3000 alapgyök, amit 200 évvel ezelőtt írtak le, és a mai napig ez nincs igazából korszerű módon földolgozva még, és ezekből épül föl a magyar nyelv. Tehát olyan, mint egy Lego kocka, és ezért van az, hogy hihetetlen, gyakorlatilag végtelen számú szó előállítható a magyar nyelven. Ez valószínűleg a világban is egyedülálló, úgyhogy ez az egyik oka. De én tovább is adom a szót, mert... Jó, az a gondot támad fel bennem, hogy valószínűleg annak köszönhetjük ezt a fantasztikus karaktert, amit nyilván azért illene is talán bebizonyítani, de nem tudom, csak valahogy érzem, baromi erősen érzem, hogy valami egészen elképesztő, zseniális dolog van a kezeim között, amikor magyarul akarok valamit megfogalmazni. Ezt talán annak is köszönhetjük, hogy amit az imént mondtál, hogy azért ez jelentősen szabadjára volt engedve, nem olyan a régmúlti időkig. Tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy az, akik megteremtették a magyar, jelenleg használt magyar nyelvünknek az alapját, a gyökök, ezt az egész elméletet, amiről beszéltünk, ezek azért művész emberek voltak és intellektuelek. Tehát, hogy ment a pornépi... Nagy tudású emberek. Nem arról szólt a történet, hogy van egy nemzet, akik a javarésze állattartása, és szépen lassan gyúrják össze, hanem egyszer csak jöttek valakik, azt mondják, hogy nézzük már meg, hogy van ez. És egészen másképp nyúltak hozzá, mint ahogyan addig kezelendő volt. Valószínűleg azért van, mert ugye ez is egy szakma volt, a nyelvész, amit lehet, hogy nem így hívtak annak idején. Biztos, hogy nem. Igen, tehát ne haragudj, csak ez nagyon fontos volt, hogy elmondhassam, mert meghaltam volna, ha bennem marad. Ami bennem fölmerült, azok olyan kulcsszavak, amik el is hangzottak a ti szájátokból is, kultúra, tudomány, történelem, irodalom, szép irodalom, meg nekem, ami nekem tulajdonképpen kapcsolódik a te véleményedhez, az identitás kérdése még, ami egyből azzal kapcsolatban, amikor meghallod azt, hogy nyelv és magyar nyelv, hiszen mindannyiunknak, akik itt ülünk, az az anyanyelve. Számomra ezek voltak azok a fő csapásvonalak, amik ösztönösen eszembe jutottak. De maga az, hogy a nyelvében él a nemzet, és most, hogyha nagyon-nagyon elfelejtve minden tudományos, definíciós és egyéb gondolatot, ez jelenti azt, hogy ugye milyen... Igen, mitől nemzet a nemzet, mitől egység, milyen jelképeink vannak, ugye szoktuk mondani, hogy a himnusz, a zászló, a szózat, a címer, de a történelmi múltunk, a nem tudom én mi, a folyóink, a területünk, gondolj, a nyelvünk. Gondolj, hogy egy képzőművész vagy, akinek bizonyos fajta festékei és bizonyos fajta ecsetei vannak ahhoz, hogy a fejedben kavargó szürreális dolgokat kézzelfoghatóvá tedd. Na most piszkosul nem mindegy, hogy milyen ecsetet használsz, hogy a kismókusnak a farkából, vagy a patkánynak a farkából van kitéve, illetve hogy azt az ecsetet, ezt a festéket ki milyen módszerrel állította elő. Emlékeztek, ez a flamand sztori, ez nagyon érdekes egyébként, hogy egyszer beszélgethetnénk erről is, a titkokról. Tehát nagyon-nagyon jó ecsetünk van. Nagyon-nagyon jó, és ha egy nagyon-nagyon jó ecsetet használsz, akkor lehet, hogy több lehetőséged van az aprólékosabb részletek ábrázolására is. Vagy nagyisten, a filozófia felé is meg tudsz nyílni egy hétköznapi beszélgetés kapcsán is, anélkül, hogy valami óriási háttérinformációd lenne. Tehát, hogy nagyon jó az eszköz, ezt én zsigerileg érzem, nagyon szeretem, írni is nagyon szeretem, és beszélni is nagyon szeretem az anyanyelvemet. Igen, de a kérdésem, mert ugye nem tudtam végre jutni az, hogy ezek a dolgok, amiket én most felsoroltam 5-6, a népmeséink például, és akkor még lehetne egy csomó mindent sorolni, amitől azok vagyunk, amik vagyunk, tehát hogy ebben mi benne vagyunk, tehát a nyelvünkben is benne élünk. Nem véletlen kérdés, hogy ezekre mennyire kell vigyázni, mennyire fontosak ezek. Ha ebből eltűnik valami a sok felsorolt példámból, maradva a nyelvnél, ha megszűnik a magyar nyelv, ha megszűnik a magyar nyelvnek az a szépsége, szókincse, és nem az a baj, hogy folyamatosan változik, hiszen változik az évek során, új szavak jönnek, régiek esetleg eltűnnek a közbeszédből. Tehát, hogy mennyire kell nekünk erre vigyázni, mennyire jellemez bennünket. Ha holnap itt mindenki angolul fog beszélni, akkor már nem vagyunk magyarok például? Másképp. Nem fogunk angolul beszélni még holnap. Jó, de értem, amit mondasz, mert ugye szerintem olyan zsigerileg bennünk van, hogy ezt nem lehet kitépni, nem lehet kiszakítani. Volt már rengeteg a történelem során, hogy kiszakítottak emberekből. És kellett, és hogy sok-sok évtized. Az mindig egyfajta szeparálásról szólt, nyilván távol tartva. Igen, de az, ami idegen hatás éri a nyelvet, az tényleg nagyon intenzív, erőteljes, gyors, dinamikus változás. Volt már rá példa, nagyon jól tudjuk, ugye a nyelvművelés, bocsánat, a nyelvújítás esetében, hogy amikor valamit erőszakkal próbálunk meg túl erőteljesen, nem biztos, hogy sikerül. Akár a mai nap gondoljatok a drótposta kifejezésre, az e-mail helyett, vagy a citrancs, ugye a grapefruit, vagy a nyaktekerészeti melfekvenc. Ezeken most nevetgélünk, de a mai szókincsünknek egy jelentős része az nyelvújítás korabeli, és valami egy picikét nem sikerült olyan jól. Ez egy kis számú csapat volt. Tehát ne azt gondoljuk, hogy ezelőtt 200 évvel volt egy kultuszminisztérium, abban volt egy nyelvészeti főosztály, nem volt még akadémia se, nem volt semmi se, hanem egész egyszerűen haveri körök. Lelkes, intellektuel haveri körök. Igen. Azt mondták, hogy gyerekek, ebbe akkora töltés van, hogy csiszoljunk rajta, reszeljük ki. És nagyon sok olyan próbálkozás volt, amit azért nem tudunk, mert nem volt említésre méltó és elhalt. De volt néhány olyan nagy dobás, és ide tartozik, mondom én, a gyökrendszernek az egész elméleti kidolgozását ide tartozónak vélem. A nyelvújítás az abszolút ilyen dolog volt, és ezek megmaradtak. És aztán persze a nyelvészek ezen vitatkoznak, hogy bele lehet avatkozni a szerves fejlődésébe egy nyelvnek, jó-e, ha beleavatkoznak, jó-e az, ha idegen szavakat elkezdünk magyarítani, vagy most ugye a magyar nyelvnél magyart mondok, de ez minden nyelvnél előfordul. Tehát nem minden nyelvnél, hanem minden állami elismert nyelvnél, ahol ennek van egy fontos szervezeti háttere. Tehát ugye nyilván tudjátok, hogy nekem a másik ilyen kedvenc országom, ahol sok időt töltöttem, a Japán, és a mai japán nyelvnek körülbelül 30%-a az angol. Helyett az angolból kölcsönzött és felismerhetetlenségig eltorzított valami, amit senki nem ért meg, az angol anyanyelvűek se. De volt olyan időszak a második világháború előtt, ahol mindent erőszakkal japánosítottak. Tehát ma például a sört az angolból, ugye a beer, azt ők úgy mondják, hogy bírű. De régen azt mondták rá, hogy az árpa szake, és akkor az úgy sokkal japánosabb volt. Tehát ezek a hullámok és völgyek, ezek megtalálhatók minden nyelvben. Kérdés, hogy melyik nyelv mennyire erős. És így csak egy gondolat. Én azt hiszem, hogy a magyar nyelvnek a védelme az elmúlt évtizedekben az abszolút nem volt erőszakos. Nem is volt jelentős, én úgy gondolom. És ennek ellenére olyan erős a magyar nyelvnek a belső kohéziója. Ez az értelem szerinti legókocka szerkezete, ez a gyökrendszer. A hangrendi illeszkedések, hogy egész egyszerűen automatikusan gyomlálja azokat a szavakat, mindenféle minisztérium nélkül gyomlálja azokat a szavakat, amik nem illenek a rendszerben. Mert nincs értelme, hosszú, vegyes hangon. Oké, ez eddig rendben van, hogy az oda nem illőt, de maga, ha most csak a szókincsre gondolok, az vajon veszélyben van-e? Ugye van egy olyan tanulmány, hogy ha már mondjuk a nagy költőinket említjük, nem akarok butaságot mondani, mert nem fogom tudni most felidézni, meg utána kellett volna néznem, hogy van olyan költőnk, aki a pályája során 15 000 féle szót, vagy több mint 10 000 féle szót használt. Hát Jókai mert olyan szó, így van, Jókai nem akartam mondani. De várjál, és egy mai egyetemistának a szókincsére azt mondják, hogy az 1000-2000 alig éri el. Én ezt nem hiszem. Hát ezt kimutatták, ezt... Nyilván az egyetemista korszakában az ember egy kicsikét talán beszűkültebb állapotba került, hiszen én úgy gondolom, hogy... De most felejtsd az egyetemistát, itt ebben nekem az üzenet szegmens. Az volt, hogy addig, amíg régen egy óriási szókincstárházat használtak, mondom én, ahogy én utána olvastam, ma ez a használt és ezáltal ismert szókincstárház már egy nagyon picike leszűkült. És soha nem is érzékeltem volna. Nem az a tipikus esete ez is, annak a öreg vagyok már is, ami utána jön, az mindig egy kicsikét rosszabb állapot. Én nem ebből indultam. Nem érzem nem érzem ezt a szűkülést, de egy valamit hagyj vagyok már nektek, mert el fogom fejteni, és tényleg ez nekem mindig ez volt a kedvenc időtöltésem a színházi munkákban, akárki csinálta, ha én csináltam, akkor meg elolvattam tőle teljesen, hogy elsősorban nem magyar szerzők darabjait áttenni szájra. És akkor döbbensz rá, hogy amit mondjuk egy Shakespeare akar elmondani neked, az baromi egyszerű, világos, könnyen emészhető, érthető, de amikor az a dolgot, hogy az adott ember szájába helyezd ezt a gondolatot, akkor nem a szavakról beszélünk, rájössz arra, hogy valami eszméletlen mennyiségű lehetőséget van rá. Valami erre tudsz példát mondani? Hát konkrét példát nyilván nem, most idézem kellene Shakespeare-t, és ahogy mondtad előttem, te sem készültél költökből. Nem, én Shakespeare-ből jó vagyok, csak emiatt gondoltam, hogy meg akarsz fogni, Shakespeare-ből. Ez tényleg egy baromi érdekes része volt a színházi munkának, ezt szerettem a legjobban. Volt ebben egy kimondottan zseniális, a Taub Jancsi bácsi, biztos emlékeztek, a Taub János, elnézést, és ő azt a módszert választotta mindig, aztán a kiodzsai csetepet, egy Goldoni darabot néztünk, és olyan régi fordításban, és az egész tábot leültette, mindenkit, tehát ott volt mindenki, a kellékes, a súg, mindenki, ültünk egy asztal mellett, és azt mondta, hogy bárkinek van bármilyen ötlete, azaz 1000 helyről próbált meríteni, 1000 irányból, 1000 szituációból próbált meríteni, az azonnal mondja, és ez döcögve indult. És amikor amikor mondjuk nem a Nagykálózi Eszter jelentkezett, hogy nekem az ötletem, hanem jelentkezett mondjuk egy súgó, és kiderült, hogy a súgónak is szerepe van abba, hogy majd mi fog megszólalni a színpadon, onnantól kezdve egy ilyen intellektuális gőzfürdőzésé vált a dolog, és ezt napokon keresztül csináltuk, és annyira olyan jó szívvel emlékszem rá. Tehát összeraktunk egy Goldoni darabot, és akkor döbbentünk arra rá, én legalábbis ezekben az időszakban döbbentem rá, hogy valami eszméletlen lehetőség ez a magyar. Jó, én ugye azt kérdeztem tőletek, te mondtad, hogy szerinted, és maradva még ennél a gondolatnál, hogy a szókincs tárház, vagy nem tudom, hogy hogyan fogalmazzak, akkor te azt mondod, hogy ezzel te nem értettél egyet, hogy ma igen, kevesebbet. Viszont a te szemedben, mintha valami ellenkezőt láttam volna. Nyilván változik, tehát változik a szókincs, és ugye minél régebbi egy írott nyelv, aminek vannak emlékei, annál nagyobb az a régi szóanyag, amit... De én most nem arra gondolok, hogy most mit tudom én régen, milyen szakmák voltak, amik már nincsen, és annak szóvesztésre gondolsz, annak időn belüli szóvesztésre. Igen, tehát... Tehát én úgy gondolom, hogy részben igaz, mert ugye földön található össz-IQ mennyisége az állandó, de a lakosság nő. Tehát ezzel azt hiszem le is lőttem a poént, tehát ugye nyilván az átlag sugarú nyelvhasználónak a szókincse is csökken ezzel, egyenesen arányosan, de viccet félre, tehát látszik a romlás, elvesznek szavak, elvesznek olyan dolgok, amelyeket nem használunk, mezőgazdaság, állatok, stb. Bejönnek technikai kifejezések, mások. Ez nem baj. Ez önmagában nem baj. És ugye itt visszautalnék arra, amit az előbb is mondtam, hogy például a számítástechnika. Tehát én emlékszem, mikor bejöttek az első számítógépek, akkor azokat még kompjútereknek hívtuk. De annak semmiféle értelme nincs. Miért a PC-nek van? A PC-nek sincs, azt sem nagyon használjuk, de az, hogy számítógép, abban benne van a szám, ami számít, és gyakorlatilag dolgozik helyette egy gép. Ugyanígy, hogy most a képernyő például, screen, tehát emlékszem, amikor a gépek bejöttek, akkor mindenki így beszélt magyarul, hogy na, bekapcsolom a komputert, mi volt még, nem is képernyőt, hanem minek hívták, monitort, és a mouse-al ráklikkelek a valamire. A desktopon meg látom. Most meg valahogy a mouse-ból egér lett, hiszen az egy kedves dolog, meg végig is egy tükörfordítás, és ez nem a minisztérium adta elő, ez jött a magyar nyelvből. Egy nagyon erős belső erős. Tehát annyira erős a gyökrendszer, annyira sok szavunknak van jelentése, hogy egész egyszerűen a jelentés nélküli szavak kikopnak. Tehát mondjuk itt van az angol nyelv, az kérem szépen eredetileg ugye egy germán típusú, ilyen angol szászra, meg aki ott megfordult a szigeteken a lómaiaktól kezdve a latinokig, aztán olyan korszak volt, amikor a arisztokrácia nyelve a francia volt, egy katyvasz. Tehát sem írni nem lehet normálisan az angolt, és egyébként sok jelentése sincsen. És amikor valami pontosan egy olyan annyira kotyvalék nyelv, hogy tényleg ez a világnak az átka, hogy ez az első számú világnyelv. Valaki angolul írta az életművét. És az a gond benne, hogy jön egy új tárgy, vagy egy kifejezés, vagy bármiféle fogalom, és akkor arra valahonnan átvesznek egy szót, ami nincsen kapcsolódási pont. Míg a magyar nyelvnél, nyilván nem teljes mértékben, de szóbokrok vannak. Tehát például az, hogy a kerítés, az a kerek, a kergyökből származik. A kerek, a kerék, a kering, a kereng, a kerítés. Ez mind-mind egy szóbokor. Ez, ha angolul most felsorolom, mindegyik különböző időszakból átvett különböző nyelvű katyvasz. Semmi értelme nincs. És ez az a kohézió a magyar nyelvben, ami egész egyszerűen belülről dolgozik, és szinte majdnem azt tudom mondani, hogy el se lehet rontani. Nyilván dolgoznak rajta páran, de ez egy óriási. Most azon, hogy nem szeretnék viccet csinálni, emlékeztek a Bazi Nagy Görög Lagzi című filmre? Nem, direkt emlékszem. Mindegy, akkor neked a poén ülni fog, nektek nem is talán kinézenek, hogy pont ezt mondja a görög, hogy minden szó gorog, és mindent levezet, hogy miért görög, de nem akarok viccet csinálni, viszont ezt a kérdéskört most még hozzád is tovább viszem, de előtte felolvasok egy cikket, találtam, és most mint pedagógus is kérdezlek. Azt mondja, hogy az internetes szóhasználattal nincs is különösebb bajom, írta a cikk, egy érdekes jelenséget azonban észrevettem a diákok körében. Az a szleng, amit egyébként a cseten vagy a neten használnak, ez a szleng kilépett a virtuális világból, és most már szembe jön a folyosón, rendszeressé vált, hogy úgy kommunikálnak egymással, úgy írnak dolgozatot, hogy tulajdonképpen beleírják ezt a szlenget, az ott használt rövidítéseket, WTF, LOL, nem tudom én micsoda egyebeket, és írja a cikkben, aki ezt megtette, hogy na, ezt én már problémának látom. Te mit látsz? LOL-lal nem találkoztam, smiley-val már igen, rövidítésekkel nagyon gyakran, romló helyesírással is, ez egy tök más téma, bár összefügg a kettő. Hát csak nézz a Facebookra. Hogy magyarítjuk a WTF-et? Na, Hogy jelen van. Egyébként, tehát az információs társadalomnak a hatása az mérhetetlenül erős. Foggal, körömmel lehet harcolni, én 26-odjára is aláhúzom hullámossal, hogy nem görögbe megyünk nyaralni egy fogalmazás esetében Görögországba, és ilyen hasonlók a probléma az egyeztetés, Nagy probléma, ha a szókincsről beszélünk, így igaz, hogy egész egyszerűen abban a stiláris regiszterben nem illő szavakat használnak. És a probléma az, hogy még 5 évvel ezelőtt szóltam, igen, most megszólok, és nem érti sokszor, hogy ez miért probléma. 8. felvételiben is, érettségiben is, meg átlagos iskolai dolgozatokban is, sűrűn. De ez szerintem máshová is rögzíthető ez a probléma, mert én emlékszem gyerekkorom, hogy az egyik rokonunk egyfolytában Csebe járt. És nem értem, ez olyan, mint hogy kibe, hogy Csebe. Jó, ezt emlékszünk a Hofinak, vagy nem tudom kinek volt, hogy voltunk görögbe, törökbe, mit tudom én, mibe, Csebe, tehát ebből viccet is csináltak, de addig, amíg ott görögbe, meg törökbe mentek, és ez vicc volt, én nem hiszem, hogy az annyira erre igen, de nem volt általános érvényű, nem volt általános. Addig, amiről meg most te beszélsz, vagy amiről a cikket most én felolvastam, szerintem ez egyre inkább általános. Igen, az egyébként egyre szélesebb. Egy tovább léptünk belőle, ebben igazatok van nyilván, ezt mindenki tapasztalja, hogy ez így van. Főleg a social médiában, tehát lépten-nyomon beleütközöl. De meg kell, hogy mondjam, hogy azon a közösségi platformon, ahol én előfordulok, ott azért hála jó Istennek ebből nem nagyon van. Nyilván én nem levelezek. Más platform. És melyik korosztály vagy? Mert Boomer. Én például... Hát 30-asok, 32-33. Mert én például, amikor SMS-t küldök is, 25. Én iszonyatosan ügyelek arra, hogy nagybetűvel kezdjem a mondatot, ott legyen a pontat végén, ékezetek. Így van, tehát olyan szinten ügyelek erre, ez valahogy belém van kódolva, gyaníthatóan beléd is. De egy mai 10 évesbe, aki gondolkodás nélkül, ékezet nélkül kezd írni a szavakat, mert gyorsabb lejutni Na, tehát... Ha kéred, hogy módosítsa, szerintem nagyon sok gyerek képes rá. Tehát ne írjuk le őket. Persze, nem, messze nem erről van szó. Én is kapok ilyen üzenet. Van, amikor a diákok üzennek így, van, amikor a saját gyerekem üzen így. Itt bocsánat, nyelvromlásnak ugye két iránya lehet az intelligencia romláson kívül, amit már kitárgyaltunk. Az egyik az az, hogy idegen nyelvi hatások érik a nyelvet, és vegyül belejön ez a szövegszerkesztésbe, a mondatszerkesztésbe, stilisztikába, sőt a nyelvtant is befolyásolja, de maradjunk a szókincs szintjén. A másik probléma, amiről most beszélünk, hogy az ifjú generáció, meg egyébként másoknál is, az egy egész egyszerűen egy kommunikációs eszközváltásnak a járulékos vesztesége. Nagyon jó. Igen, hát abban a pillanatban, hogy én például megtanultam gépírni, ez a legkomolyabb tudomány, amit magamra szedtem az egyetemeken kívül is, vagy azokat mellékelve. De a viccet félre, tehát én például 10 ujjal gépelek, és én imádok billentyűzeten írásban kommunikálni. A szétvet az ideg, mikor mobiltelefonon kell valamit csinálni, és nekem váltogatni kell, meg pütyk, nem megy. De akik meg ezt szokták meg, ott gyakorlatilag ez egy ilyen technológiai veszteség, és ez nem csak ott jelenik meg, hogy nem használnak írásjelet, nagybetűt, nincsenek mondatok. Egész egyszerűen ma azzal találkozunk, hogy fölnőtt egy olyan generáció, aki ebben kommunikál, hogy félszavak, rövidítések, smiley-k meg nyitnyak nem képesek arra, hogy egy oldalnyi szöveget előállítsanak, amiben struktúra van. De... Képes, csak a technikai eszköz adottságai kapcsán a lehető legrövidebb mozdulatokra koncentrálni. Én is igazából afelé hajlanék, és aztán majd erre el kell, hogy fogadjam azt, amit majd te mondasz. Én is afelé hajlanék, hogy természet. Nem azért, mert hogy a pedagógus, aki a nap mint nap találkozik azzal, hogy tud egy 1,5 oldalas dolgozatot írni, egybefüggő szöveget a gyerek, azt te fogod tudni megmondani, nem én. De a félelmem az nekem is az, amit a Sipi mond, hogy természetesen itt nem 100%-ról van szó. És lehet, hogy még most 80%, 90% képes ezt megtenni. Csak addig, amíg játszok a számokkal, amíg 10 évvel, 20 évvel ezelőtt a 100-ból 99 gyerek képes volt, most már csak 90 képes. Holnap után meg már csak 80 lesz. Egy picikét segíthetnénk egyébként nekik ebben a folyamatban, lassíthatnánk, mert megállítani nyilván nem lehet. Például azzal 10 évente szoktam megírni a Facebookon, vagy 5 évente, hogy a Szapári úton az ipartestületek székháza, és annak a fennállásának bizonyos évfordulójára, nem tudom, hogy hanyadikra, hitettek egy márványtáblát. Igen. Tehát egy márványtáblát véstek ennek az emlékére, és az azt jelenti, hogy valaki megfogalmazta a szöveget, leírta, elküldte a vizének, a vésnökhöz, a vésnök elkészítette, megnézték, hogy alkalmas arra, hogy kikerüljön az utcára, és a fennállás szót az egy ennel írják. És ott van azóta. És amikor elmegyek azon az úton, akkor folyamatosan azt érzem, hogy görcsbe rándul a gyomrom, mert ez azt jelenti, hogy tök mindegy, az jó lesz az, hogy ezeknek. Hú, hát temetői feliratok. Az a másik, de ez egy hivatalos emléktábla, márványtábla. Helyesírás. Amit most itt bekapcsoltál, az a helyesírás, igen, az még egy kardinális dolog, ami nagyon szorosan kapcsolódik ehhez. De nekem igen, mert nekem például az egyik olyan heppem, ugye az elipszilonos jé pontos jé, és ugye mindig időről időre felmerül az a kérdés, hogy szüntessük már meg, legyen minden pontos jés, innentől kezdve. Ugye mondják, én erre azt szoktam mondani, hogy ez ugyanúgy árt nem a nyelvnek, hanem akkor a magyar írásnak, a folyamatnak, és mondom, hogy ezt azok szokták szerintem ezt mindig időről időre felhozni, akik képtelenek megtanulni a pontos meg az ellipszilonos jé szabályait, és a könnyebb utat választják. Én ezt ugyanolyan ártalmasnak tartom egyébként a helyesírás, ugyanúgy tartozik. Lesz a nyelv tőle. Hát direkt csökkentjük a nyelvújítás korában, hidd el, nagyon sokan gondolkodtak így. Persze, mondták, hogy nagyon jó ez így, nem tudunk, nagyon sokan. Persze, hogy most. Én ugye, mit tudtam a jövőre? Mint tudjátok, mérnökember vagyok, meg közgazdász, tehát nyilván amikor nyelvészettel foglalkozom, akkor a dilettáns kategóriába tartozom, de több vonalon foglalkozok ezzel. Van egy nyelvészeti informatikai fejlesztés, amiben dolgozom, és ugye itt van a székely magyar rovás témaköre, aminek például az átírása kapcsán, tehát hogy hogyan lehet latinbetűs magyar szövegeket rovásra áttenni, nagyon sok nyelvészeti kérdéssel találkoztunk. Na és ennek révén aztán nyilván kapcsolatba kerültem olyan hozzáértőkkel, nyelvész, nyelvtörténész, stb., akiktől tudásmorzsákat azért valamit magamra szedtem. És ugye egyik érdekesség ez az ellipszilon és a jének a kérdése, ugye ez is régen kiejtésbeli különbséget hordozott, és ennek megmaradt egy hagyományos része. Van néhány nyelvjárás, ahol ma is egyébként simán megmondják hallásból, meg ejteni tudják az ellipszilont és a jét, de mi ezt elvesztettük. De egy érdekességet mondok, van a magyar nyelvben egy olyan hang, ami a 14 hivatalos nyelvjárásból azt hiszem, hogy 10 vagy 11-ben még a mai napig egy picikét létezik, és nincs rá betű a magyar ABC-ben. Na? A zárt E. Az E. Amit mi alföldiek nem ejtünk, nem tudjuk, de gyakorlatilag a szögediben őnek mondják, nem ő, hanem ő, a székelyek, amikor mondják, hogy á, mint álemér, az E betű, és ezt egész egyszerűen a magyar helyesírás, mivel hogy az észak-alföldi lett a standard a nyelvújítás korabelében, itt már éppen addigra ez gyakorlatilag nem az, hogy kihalt, hanem elsimult. Ma E betűvel írjuk ezt a két hangot úgy, hogy jelentést megkülönböztető szerepe van. Nem mindegy, hogy mintek, mentek. Vagy mentek. Igen. Az, hogy mentek, háromféle jelentése van. És én, amikor ezt nyilván alföldiként, aki soha ezt nem érezte, de amikor ezzel szembesültem, mi akkor döntöttünk, hogy a standard székely magyar rovás ABC-ben a szegedi rovóknak a javaslatára igenis fölélesztünk egy történelmi E betűt, ami a zárt E-nek lesz a speciális jele. Tehát ma a hivatalos székely magyar rovás előbbre tart, mint a latinbetűs magyar írásunk. Egyébként van a zárt E-re standard betűnk, a 2 pontos umlautos E betű, amit a néprajzosok, a zenészek használják, és volt egy olyan ember, aki nagyon küzdött, még annak idején Kádár Jánosnál is lobbizott, és majdnem sikert ért el, hogy vegyék bele a hivatalos magyar ABC-be, Kodály Zoltán volt. Na de ez egy nagy probléma, hogy tulajdonképpen a saját nyelvünket megnyomorítjuk azzal, hogy nincsen standardizálva a zárt E betűnk. Na, ez egy nyelvrontás. De éppen ezért, ha például az ellipszilonos és a pontos, ebből indulunk ki, eltűnne, akkor az is egy nyelvrontás. Nem az imént végekig magasztalt nyelvújítóink voltak azok az előző évszázad elején, közepén, akik ezt a törekvést elindították az útjára, hogy ezt a zárt elbetűt eltüntessék a nem eltüntessék, igazából meg se jelenítették. Tehát igen, azért, mert mivel fonetikusan nem jelenik már meg, gondolom, ezért veszített. Mondom, tehát a 14 magyar nyelvjárásból 10 vagy 11-ben a mai napig. Neked olyat, ami a standardizált nyelvváltozatban is létezik, és még sincs rá betű. Amikor kimondod azt a szót, hogy járj, ejtesz a végén egy általad ismertjét. De ha kimondod azt, hogy lépj, az is a jé a végén, ez a palatalizált jé. És a fonetikus átírásban van rá. És amikor 9-ben hangtalan foglalkozunk, és elmondom a gyerekeknek, és 25 gyerek mondja, hogy járj, lépj, tényleg. Igen. Hogy egyébként léteznek ilyen. Igen, de az mondjuk nem jelentés. Nem jelentés. A 26-dik is meg, gyere nyugodtan. Szerintem ha most ezt valaki, és bízom benne, hogy nagyon sokan nézik és hallgatják, szerintem 100-ból 99-en most elkezdte mondani mindenki. Járj, lépj. Nem. Aztán a H betűnél, hogy most ihlet vagy Ahmed. Igen, meg most már lehet ugye többféleképpen toldalékolni. Figyeljetek már, a beszélgetésünk kezdet óta, és mindjárt mondani fogja, hogy vége az időnek. Még van egy 15 perc. Na, de ami bennem folyamatosan motoszkált, a nyelv mint olyan kapcsán azonnal, és egy nagyon régi történettel indul az én problémám, a tudás fájának gyümölcsétől indul az én problémám. Amikor is ugye, ha jól olvassuk, akkor... Kezd Ádámtól és Évától. Nem, én tudom, mit fog mondani. Onnan indul a történet nyilván. Minek nekem a tudás? Csak összezavar. Egy csomó olyan dolgot fogok megtudni, mivel a szellemi képességeim nyilván korlátozottak. Nem az csak a magad nevében, Robikám. Igen, rajtam kívül mindenki zseniális. Rá fogsz jönni, hogy mit nem tudsz. Nem fogsz kiszakítani. A latin nyelv mindenen átívelő tudomány tartalmáról akarok veletek beszélgetni. Mindenféleképpen még mielőtt azt mondanás... A latin nyelvről? Igen. De mit tettek értünk a rómaiak? Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ha tudásra akartál szerteni, nem is olyan nagyon régen, akkor az alap az volt, hogy a latin nyelvet készség szintjén ismerd. Mert minden fontos információ latin, görög, tudom, tehát vannak alternatívák, de azért a java része az mindenhol megjelent latinul. Ezzel nyilván a valódi fontos információkat távol tudták tartani a köznéptől. Miközben igazándiból a latin az nem volt olyan nyelv, mint ahogy a magyar, meg a halott nyelv. Igen. És mégis ez a nyelv volt az, ami gyakorlatilag titkosítva a beavatottak számára megőrizte az összes lényeges információt, amiből a mai tudományok javarésze még mindig táplálkozik, és óriási dolog bejutni egy olyan könyvtárba, ahol kézzel latinul írt információkra bukkanhatsz, speciális eszközökkel lapozgatva és vegytiszta ruhában. Tehát, hogy ez azt jelenti, amire én gondolok, véleményetek szerint, hogy az általános műveltség elzárásáról lehetett akkoriban szó, hogy ezt a speciális utat választották? Szerintem ez történelmi fejlődés. Nyilván a klasszikus műveltség latin nyelven maradt fönt, az államokon átívelő és azoknál is fontosabb szerepet betöltő egyházi hatalmi szervezetnek ez volt a belső hivatalos nyelve. Meg az orvostudománynak, meg a jognak. De ne felejtsd el, hogy annó az egyetemek ugye nem voltak minden államban, nem voltak elérhetőek. Olaszország, Franciaország, ugye. És hogy aki ment oda tanulni, meg aki ott tanított, tehát egyfajta olyan nemzetközi nyelvként szolgált, mint ami most sok helyen az angol. Hát arra mondod, hogy azért volt rá szükség alapvetően, mert kevesebb volt. Ez egy praktikum volt. Intézmény. Mert hogy nemzeteken átívelő nyelvre van szükség. Igen, mert ugye te arra hajasztál, hogy én kivettem a szavaidból, hogy ez nem neked a tudás. Igen, hogy tudatosan lett a latin azért, hogy ezt te ne értsd. Ti meg ugye azt mondjátok, hogy nem, hanem ez egy praktikum volt. Kérdés. Szerves fejlődés egyébként. Na, viszont ha már csak 15 perc maradt hátra, nyelvében él a nemzet. Nincs hosszú, csak hogy ugye beszélgettünk most nyelvi kérdésekről, nyelvromlásról, ugye stratégia. Nem, stratégia. Nem válaszoltak rá, meg volt a válasz. Nem pedig hogy nem értenek. Én beszélek, közlik, hogy nem, és megyünk tovább. Két-harmad alkotmányozhatnánk is akár, de nem tesszük. Na, tehát, hogy nyelvében él a nemzet, és hogy az első kérdéses Kulinak az volt, hogy ennek mi a jelentősége, és tényleg ez ettől függ a fennmaradásunk, és erre a válasz viszont igen. Tehát ma már ugye nem vallási, meg nem területi nemzet van, hanem kultúrnemzet, vagy civilizációs nemzet, jelentsen ez bármit is, és ennek az alapeleme a nyelv. És a nyelv a stratégiai fontosságú, nézzük meg a különböző, akár európai, nem menjünk messze, Európai Unió. Tehát gyakorlatilag a magyar nyelvnek az elnyomása a Kárpát-medencében az egyértelműen erről szól. Az oktatási törvény itt most Ukrajnában áll a bál, de azért ne felejtsük el, hogy a legsanyarúbb szellemi sorsra a kárpátaljai magyarságot kárhoztatta ez a kormány, amelyik most háborúzik. Gyakorlatilag betiltatta volna, hogy 4. osztálytól feljebb a magyar anyanyelvű emberek a saját anyanyelvüket tanulják. Tehát ez gyakorlatilag kulturális nemzetírtás, genocídium. Ezt ki kell mondani. Ugyanis azok a gyerekek, akik fölnőnek akár magyarként is, vagy bármilyen módon, és el vannak tiltva a nyelvüktől, nem ismerik meg a nyelvüket, nem tanulják a nyelvükön a szakmákat, a tudományokat, a tantárgyakat, azok nem fognak utána már olvasni a saját irodalmukat, nem olvassák a saját történelmüket, majd olvassák a történelmet egy másik narratívába, ukránul, vagy románul, vagy bármilyen módon, azok az emberek már gyakorlatilag egy generáció után nem tekinthetők olyan magyarnak, mint mi. Tehát a nyelvvel együtt őket elzárják a kultúrától, a színháztól, a történelemtől, mindentől. Ja, mert az angol nyelv, bármelyik nyelv az eszköz, az anyanyelv meg te magad vagy. Ez a lényegi kérdés, amit most kimondott Csipi, amiről eddig jóra hosszája dumálgatunk már, hogy ha nem azt a nyelvet használod, amit, az személyiségváltozáshoz is. Pontosan. Simán. Hiszen a nyelv szabályai, a kifejezés módjai, a kifejezés lehetőségei nyilvánvaló módon az intellektusodat befolyásolja, pallírozza, szélesíti, beszűkíti, akárhogy is nézzük, kardinális, létfontosságú. Igen. De most az a másik kérdésem merült fel ennek kapcsolatban, hogy nem egy olyan világot élünk, ahol gyakorlatilag a fiziológiai létezés paramétereink kívül az égvilágon senkit nem érdekel semmi. Maradj, működjél, legyen relatíve egészséges tested, haj meg 65 éves korodban, hogy ne kelljen nyugdíjat fizetni, és el tud végezni a munkádat. Kit érdekel, hogy milyen nyelven végzett? Te ma miért vagy ilyen pessimista? Nézd, a konzum... Én pessimista? Mindig cáfolja meg. Az igazság, hogy a konzumember típus tenyésztésénél ez mondjuk alapvető szempont lehet, de látjuk azt, hogy stratégiai kérdés. Tehát ez nem véletlen az... És ha csak hivatkozási alap? Nem, ez stratégiai kérdés. Mondok egy példát. Ugye most tényleg Kárpátaljait fölmerült, mert fölhoztam. Még a békeidőkben jártam például Ungváron, és mondja nekem ott a helyi barátom, hogy na ott volt a régi magyar gimnázium. És azért Ungvárnak a magyar lakossága sajnos már eléggé lecsökkent, és mondom, mi van ebben az épületben? Azt mondja, a szlovák-ukrán 2 tannyelvű gimnázium. Szlovák. Na mennyi itt a szlovákság aránya Ungváron? Szóval 0. Na mondom, hát akkor hogy van itten szlovák 2 tannyelvű gimnázium? Szóval nagyon egyszerű, szlovák állami pénzen, 2 osztályban egy évfolyamon, ide jönnek azok a gyerekek, akiknek a szülei úgy gondolják, hogy nincs jövő Ukrajnában. Gyerekek tanuljanak meg anyanyelvi szinten szlovákul, ahogy leérettségiztek, dobbantanak el az országból. Tehát itt ez azt jelenti, hogy egész egyszerűen európai államok között is az államnak az erőforrásai, meg a szülőknek az erőforrásaival fölnevelt gyermekek, agyaknak az elrablása és az elszívása, az a nyelvstratégián keresztül zajlik. A szlovák kormány pénzeli ezt a... Ezt igen. Lehet-e azt mondani, így a beszélgetés végén, bár megmondom őszintén, amit most te felhoztál, ezt én a beszélgetés legvégére szerettem volna, de most már akkor így alakult, de ezt talán egy kicsit tovább... Most emiatt van vége a műsornak, mert nem, lesz. Még van, nézem az időt, még van egy kicsike időnk. Presztis kérdés csinálsz belőle, ugye? Csak hogy konklúzióként lehet akkor most azt kimondanunk, nő a lolok aránya, vagy a smiley-k aránya a dolgozatban, használunk ilyen szavakat, tűnnek el, jönnek újak, stratégia, nyelv, fontos, nyelvünkben élünk, mindez összegzéseként, bárhogyan is, de igenis óvni kell, a pedagógiának óvni kell, a közbeszédnek óvni kell, nekem újságírónak, nektek, akik most itt ülünk, hogy hogyan és miként beszélünk, milyen szavakat használunk, hogyan fűzzük a gondolatainkat egymás után, hogy odafigyelünk a gyerekekre, hogy olvasson könyvet, mert abból is tud meríteni. És akkor még most a sort folytathatnám, tehát hogy mekkora a felelősségünk. Óriási felelősség, de azt hozzátenném, hogy csak érintettük ezt a témát, neki támaszkodtunk, egy kicsikét összefalasztuk a témát, de aztán megyünk is tovább. Tehát azért azt elmondom nektek, hogy én is tapasztalom a saját gyerekeimen azt, hogy egymás között bizony egy kicsit ilyen leegyszerűsített a kommunikációs forma, de ha velem beszélget, akkor pedig azt mondom, hogy gyönyörködöm benned, fiam. Mert árnyaltan fogalmazol, mert humoros vagy, mert süt az intelligencia rólad. Az egy dolog, hogy ők egymás között, ezt hogyan mondják? Mindennek megvan a helye. Mindennek megvan a helye. Ha SMS-t küldök, már én ugye azt mondtam, hogy nagyon odafigyelek az írásjelekre és az akármire, de ott én is rövidebben fogalmazok. Oké, de épp az imént beszéltük azt meg, hogy mouse, meg screen, meg izé, nyilván ez lehet egy nemzeti sajátosság is, hogy amikor ezek a dolgok úgy megérintenek bennünket, akkor veszek egy screent, meg a monitorom eset. Igen, ez is de benne van a Aztán megjön a másik, a vagány magyar, tudod, hogy mi az, hogy screen, meg egy monitor, vagy mi? Úristen, már össze, képernyő, egér. Meg melyik jut neki előbeszébe, ez is bennünk van. Majd én megmondom, hogy hívják, ez is bennünk van, a vérünkben van. Én nem aggódom annyira. Nyilván nagyon kell figyelni, piszkosul kell figyelni, és nem azért kell, nem, jó, van ennek egy hazafias szegmense is, de én inkább azt féltem, hogy az a fajta intellektus tűnik el, aminek a létrejöttéhez nélkülözhetetlen a magyar nyelv helyes használata, annak a kombinációs formulái, annak az összetettsége, az árnyaltsága. Hát én inkább ezt féltem, hogy a gondolat legyen meg, a nagyon gondolathoz jó. Meg kell a nyelv. Ez nekem nagyon tetszik. És én semmiféleképpen sem használnám nemzeti identitás kapcsán. Lehet, jó, persze, de ez mennyivel jobb lenne? Hogyha azt mondom, hogy gyerekem, azért kell, hogy helyesen beszélj magyarul, mert egy olyan eszköz van a kezedben a magyar nyelvvel, amitől intelligensebb tudsz lenni. Ez egy dimenzió, ami nagyon fontos, és akkor én nekem az a szerepem, hogy kiemeljem azt a dimenziót, hogy a nyelvnek a megóvása, annak a területi megóvása, sőt, tovább megyek, lehet expanzióba gondolkodni. Tehát a magyar nyelv az egy annyira érdekes dolog, hogy azt kellene propagálni kifele, mint nemzeti kincset, mint hungarikumot. Igazi hungarikum a magyar nyelv. Ezt a világban meg kellene ismerteni, tanítani kellene. Sőt, én hiányolom azt, hogy nincs Magyarországon a Kárpát-medence népei felé, 7-8 nyelven, nincsen egy olyan program, ami a magyar nyelvnek a szépségét, tanítását tolná előre. Hát. És ez most... Nagynak kéne lenni. Nem. Nagy formátumú embereknek kellene lenni, nagy dolgokat kellene végre. Merjünk nem kicsiknek lenni. Fel kellene hívni magunkra a figyelmet, hogy jósággal, a kreativitással, a hősiességgel, a magabiztos tudásunkkal, és akkor egyből ránk figyelnének a nemzetek, és nem eladni kellene nekik a magyar nyelvet, hanem azt mondani, hogy figyeljetek már, ez a magyar nyelv, ez egy olyan zseniális dolog, hogy nekem most nem azt mondtam, hogy eladni, azt mondtam, hogy egyáltalán, tehát Magyarország egy kifejezetten befele forduló világképpen rendelkezik. Tudjuk, hogy a magyarból virághíres, persze Magyarországon. Tehát a magyar értékeket és benne a magyar nyelvet, azt egész egyszerűen kell kifele úgy sugározni, hogy megismerjék, hogy lássák, hogy van ilyen. De ez az eszköz, és meg kell óvni azokat a területeket, ahol a magyar nyelv még él, és igenis én látok abban lehetőséget, hogy akár állami szinten, de nyilván civil, meg szakmai szinten is, hogy legyen egy valamiféle erőteljesebb nyelvvédelemi, nyelvfenntartási, valamiféle szervezeti rend, mert nyelvünk megérdemelni. Dóra, te jössz, zárd le a gondolatot valahogy. Olyan szép gondolat volt, egyébként így igaz, nagyon szép gondolat. Kapcsolódva ahhoz, amit mondtál, hogy nyelv nélkül nincs gondolkodás. Gondolkodni is igazából, amikor megkérdezem ezt a gyerekektől, hogy mi kell ahhoz, hogy gondolkodj, általában mindig kijön ez belőlük, kiszakad ez belőlük, hogy a nyelvre. Nyelv. Persze, hogy a nyelvre szükség van. Nyelvre van szükséged, hogy álmodj. Nyelvre van szükséged ahhoz, hogy kifejezd magad, megértesd magad. Tehát, hogy ez nem kérdés, amit te föltettél, hogy meg kell leóvnunk, és hogy milyen mértékben kell, hát a lehető legerőteljesebben kell megóvni, ugyanakkor viszont rugalmasnak kell lennünk. Nekem a mitől és a miért, ez a kettő kérdés van bennem, egy picit másként látom, mint ide, ez nem, abszolút nem probléma. Mondok még egy rövid anekdótát ezzel kapcsolatosan, a hétvégén egy környékbeli városban voltam meghívva egy farsangi buliba, és nyilván kevés idő, kapkodni kell, egy körlevelet elindítottam, hogy gyerekek, mégis mi lehetett, hogy minek öltözöl? Tehát, hogy nem tudtam, hogy kik lesznek hát, ott. Hideg van. És azok a közeg, nem tudtam, hogy mit kell nekem. Figyelnétek rá még egy picit, alig van 3 perc a műsorban. Akutya úr is terített ki, Skuli. Szóval te vagy a főnök. Én voltam az egyik, aki nem szólaltam meg. Igen, de te vagy a moderátor. Ültesd séti őket. Szóval írtam el levelet a srácnak, hogy minek öltözöl. Figyelj, a válasz. És azonnal mondjátok meg, hogy tudjátok, hogy mi az, amit mondok, vagy ha nem tudjátok. Aki tudja, az azonnal emelje fel a kezét, aki nem, az megmaradjon így. Miklós Egérnek. Na látjátok-e? Hogy kellett egy picit Miklós Egér. Igen. Tehát, hogy... Jó, hát ez egy olyan játék, hogy a Maci Laci csak kiskorában Maci Laci, nagyként már Medve László. Tehát. De megyez, nem, csak azt akartam ezzel mondani, hogy igen, van egy jelentős, most már inkább angol száz, régebben inkább egy germán betüremkedés, de szerintem ez tök jól kezeli a magyar nyelv, és tudod miért kezeli? Szerintem nagyon jól. Tudod, hogy szerintem miért kezeli? Nagyon jól, ez az van a helyes sorrend, azért mert a nyelv nagyon jó. A nyelv nagyon jó, és miközben használsz anglicizmusokat, rádöbbensz arra, hogy de úristen, hát nekem ennél van egy sokkal jobb, ami itt van, és hurcolom magamban. Én nagyon-nagyon bízom abban, hogy ez a folyamat önfenntartó tud lenni, és ahogy a közepén mondtam, én azért bízom benne elsősorban, magasan elsősorban, mert ezt a fajta intellektust és gondolkodásmódot csak ez a nyelv tudja fenntartani, és én erre baromi büszke vagyok. Nem az enyémre, hanem a magyar nemzet gondolkodási módjára vagyok nagyon büszke, amit persze sokszor nagyon rossz célokra használ. Mert az árnyaltsággal azért embereket megtéveszteni is lehet, valljuk be őszintén, de a java része nekem még mindig azt sugározza, hogy imádom hallgatni, hogyha egy okos, intelligens ember beszél hozzám magyarul, mert benne van egy könyv 3 mondatba. Mert bele lehet tenni egy könyvnyi információt 3 mondatba. És nem tudom, hogy létezik-e ez, vagy igaz az a hazugság, amit Hemingway mondott a magyar nyelvről. Szerintem ez egy kamu egyébként, hogyha beszélt volna magyarul anyanyelvi szinten, akkor sokkal jelentősebb lett volna az életműve, amit megírt. Szerintem ez egy hülyeség. Ez egy oximoron, mert mivel nem beszélt, ezért nem tudhatja. Tehát... Igen, de valamilyen kapcsolódási pontja volt a magyar nyelvvel, ha minden igaz, és valaki kitalálta ezt a hülyeséget, de ma a jelentése az oximoronnak szép, és el tudom fogadni. Akár elhangzott, akár nem hangzott el. Én tényleg nagyon büszke vagyok erre az önkifejezési módra. Én művészének tartom a magyar nyelvet. Nagy kincs, csak egy a konklúzió, hogy ez nem magától értetődik, és ennek a megtartásáért dolgozni kell minden nap. Itt van a műsor vége. Utóiratként csak egy rövid kérdés, amit te feldobtál, és ez engem tényleg mindig is foglalkoztatott, Simik, erre te fogsz tudni válaszolni, mondjuk a japán tudásod alapján. Hogy mondtad, hogy a magyar nyelvi humor az páratlan, nem így mondtad ki, de mondjuk így. Japánban például ezt a nyelvi humor te megtaláltad, hogy japánul nyelvi humor? Nagyságrendekkel alacsonyabb. De az általam ismert bármiféle nyelv, tehát egész egyszerűen nem lehet nagyságrendekben összehasonlítani a magyar nyelvnek a játékosságával. Tehát én nem tudok még ilyen nyelvet. Hogy fogsz ennek örülni? Képzeld egyszer engem fel, a laikusságom miatt felkértek japán sírversek fordítására. Majd a műsor után megbeszélitek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a kedves nézőknek köszönöm a figyelmet. Általában a podcastjaink végén szoktam, nem mindig, de szoktam ilyen összegzést tenni. Most egyetlen egy dolog jutott az eszembe, ilyen még talán az előző műsorokban nem. Megtelt a lelkem. Viszontlátásra! Egy olyan zóna, amiben minden belefér. Változatos témák, változó vendégek. Chillzone, a Szolnok Televízió podcastje, ahol a változás az egyetlen állandó.